Üdvözlök mindenkit, Szója vagyok, ezt majd láthatjátok a Dark Souls végjátszásának a következő része epizódja. Előző részben sikerült a Dark Souls 1-nek a legkeményebb boss párosát hát likvidálni, nevezetesen Ornsteint és Smaugot. Hála a jó égnek. No. Hát most már kicsit azért ki vagyok pihenve, úgyhogy túl vagyok rajta, és ugye 50 ezer lelket adtak ők ketten, tehát gyakorlatilag fejenként 25 ezeret. Pártfogás is, aki a felkaroló, pártfogás. Ebbe a szedbe volt az a mocsadék szemétláda, aki a tűzkapocsoltánál megölte a Firekeeper-t, tűzőrzőt. És hogyha megölitek, akkor ott fog megjelenni neki a teste, és akkor onnan lehet felszedni ezt a szettet. No de. Akkor. Én amondó vagyok, hogy visszaállítom az emberségemet. Így né. Mégiscsak ember alakba szeretnék bemenni azon az ajtón és találkozni Gwyn lányával, a napfénynek az úrnőjével. Itt is van. Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child. Hát igen, hatalmas... szóval hatalmasan a hölgyeményünk. Na, térdeljünk le. I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day father is wounded obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. Az Úr edény erejével most már teleportálhatsz a mágiák közt. Jajám! Mostantól lehet portolgatni a bonfire-ök között, de nem mindegyikhez. Meg majd mindjárt elmesélem, hogy ennek hogy is van, hogy is működik ennek a története. De nem akar így a játék tovább ugrani, vagy valami? Vagy mit? Na végre már. Igen, köszönjük. Succeed, Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Mindenki azt akarja, hogy izőgyóljen meg Gwynt. Még a saját lánya is. Thou hath journeyed far. Na. Be lehet lépni az ő kovenantjába. Csak a csatlakozó kilépsz a korábbi szövetségedből, nincsen korábbi szövetségünk, úgyhogy simán belépünk. Ha ezt megtesszük, akkor megkapjuk a gyűrűjét. A naphercegnő gyűrűje. Csatlakoztál a szövetséghez. Fantasztikus. Na beszélgessünk még. I have awaited thee, once living, now undead, and a fitting heir to Father Gwyn thou art. O chosen undead, and beseech thee. Succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. A grave and arduous test of mental, yea, it shall be. Indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustaineth. Without fire, all shall be a frigid and frightful dark. Please, father's will thou shouldest heal, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Seeker friend, the primordial serpent, shall guide thee.
Ja, majd. Jó, most már csak ugyanazt mondja. Now thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one with the silent forevermore. Jajám, egyé kell válnunk a Sunlight-tal. Na, kis érdekesség. Meg lehet őt amúgy ölni. Vagy íjjal. Vagy ugye varázslattal. Tök egyszerű, mert ugye 10 HP-ja van, szóval simán ki lehet nyírni. De... hát én egyelőre életbe hagyom. Majd lehet, hogy majd a játéknak a vége felé megmutatom, hogy mi történik akkor, hogyha őt megöljük. Tehát ellene fordulunk. De most egyelőre még hanyagolom. Már mondjuk egy jó kislány szeretnék lenni, szóval nem biztos, hogy majd New Game Plus-on esetleg. Tehát majd lehet, hogy ízé bevágok egy jelenetet, hogy mi történik akkor, hogyha megölitek egy másik karakterrel. Majd úgyis százszor fogom én ezt a Dark Souls még végigjátszani, szóval lehet, hogy majd csinálunk egy olyat. Na, a lényeg, hogy akkor most itt a Bonfire-öröknél megjelent tulajdonképpen teleportálás. Most, hogy nálunk van a Lord Vessel, tehát az Úr edény. És ezek után pedig képesek vagyunk arra, hogy bizonyos Bonfire-ökhöz teleportáljunk. Minden egyes Bonfire-től. Ez se rendes megfogalmazás, mert ez se igaz. A Bonfire-öknek a nagy többségétől lehet teleportálni. Kettő Bonfire van, amitől nem lehet teleportálni, és amihez... ja igen, kettő olyan Bonfire van, amitől nem lehet teleportálni sehova. Minden más Bonfire-től lehet teleportálni, viszont nem bárhova lehet teleportálni. Tűzkapos szentélyhez lehet teleportálni, a napfényoltárához lehet, Anolondóhoz lehet. Ehhez, ahol most ülünk, ez a... azt úgy nevezik, hogy a királynőnek a szobája, ide is lehet teleportálódni. A káoszlányéhoz is lehet, a mélységhez, az Illyholo plébániához is. És még ezen kívül 7-8-9 Bonfire lesz, ahova lehet még majd teleportálni. Röviden tömören ennyi. No de, most. Az lesz a mi kis feladatunk, hogy. Igen, szintet kellene lépni. Mert 50.000 lélek azért mégiscsak 50.000 lélek. És akkor. Most, hogy intelligenciával egyelőre jól állunk. Hát az ügyességet kellene 25-ösig föltolni. Elsősorban. Aztán, ha megvan a 25-ös intelligencia ügyesség, akkor utána hangolást kell tovább húzni. Addig a pontig, ameddig nem kapuljuk meg a következő hangolási pontot. A 10. hangolási pontot azt az 50-nél kapjuk, a 9-et a 41-nél. Akkor az pedig a 33-asig föl kell tolnom ezt a hangolást. Megkapjam a 8-at, elvileg. Elvileg úgy jön ki. No. Akkor most azt csináljuk, hogy visszateleportálunk tűzkapott szentélyhez. Legelőször. Na. Itt sok karakter van, úgyhogy sok karakterrel kell beszélni, meg azt hiszem most, hogy megvan az úredény, így sok minden meg is változik. Ja igen, ezt a mágiát ugye vissza kell állítani, és vissza kell adnunk ennek az Anasztáziának az életét. Megvizsgál, odaadod ezt a lilla moha csomót? Hát ez szerintem rosszul lett itt fordítva, vagy nem tudom mi a helyzet, mert nem a lilla moha csomót adjuk oda, hanem a tűzőző lelket. Tűzöző lélek visszaadva a birtokosának. Nagyon jó. Na, ez azért jó, mert most már tudunk Anasztáziával beszélni. Thank you. I am Anastasia of Astora. Now I can continue my duty as a keeper.
But I only hope that my impure tongue does not offend. Mám szavamra nem sértő, nincs nálam tűzőr lélek. Forgive me. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any heart, leave me be. I wish not to speak. Szegényként. És amúgy csak ez fogja nekünk mondogatni, úgyhogy ennyit tudunk róla. Ennyit tudunk bőle kiszedni. Illetve, hogyha az úredényt odaadjuk a kígyónak, és megtöltjük egy darab mi az Lord West, Lord úrlélek, ja, Lord Soul. Jó, az majd kicsivel később, tehát a lényeg, hogy még lesz egy-kettő mondata, tehát bizonyos dolgoknak meg kell történnie, hogy több mondatot mondjon ez a hölgyeményünk. És elvileg most ez a mágia, ez működik helyes. Na, itt van a hagyma lovagunk. Well, fancy meeting you here. You did much for me up above. I am grateful. You know, I was thinking to get the old fox. Was that your doing? Se ne rődjére gondol, hogy mi nyitottuk ki a kaput, igen. Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate? The life of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. Csoda, erőkibocsájtás, klerikeknek. There you are. I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. No, ugye most azt mondta, hogy alá fog szállni. Hát hogyha leülök elvileg a bonfire-höz, vagy nem is tudom, hogy hogyan, de a lényeg az, hogy innen el fog tűnni, és legközelebb Blighttownnak a legalján fogunk vele találkozni. De ugye mondottam, Blighttownba még egyszer vissza fogunk menni. De majd így teleportálva, mert visszalemászni biztos, hogy nem fogok. Na, veled mi a helyzet? Maybe it's time I do something about it. Akkor szerintem nem mond semmi újat. Varázslóinkkal mi a helyzet? Logan mester itt van. Oh, hello. I appreciate the attention, but you really should speak to Master Logan. That will certainly do you more good. Jó. Tompa zuhanás, varázsfegyver. Késlen, hát, ja. Goodbye then. Do stay safe. Na, lényeg, hogy akkor itt Logan mester. Hello there. What have you been up to? I thought that perhaps you'd gone hollow on me. So have you come to further your study of sorcery? Logan mestert akkor elindítjuk. Hogyha a Lord Vesselt a helyére teszem, és Logan mesternél megvettük az összes varázslatot, nincs megvehető tárgy. Heading out, are you? I too will leave soon. Undead or no, I shan't stay here forever. You have great potential. Don't go and die over nothing. Akkor elindul tovább a történetük. Oh, hello. I appreciate it. That... Jó. Have you ever cast one of Logan's spells? Ja, azt meg már úgyis mondta párszor, jó. Azt is ismerjük. Hát a lényeg, hogy ezeket a varázslatokat nem fogom megvásárolni. Egy azért, mert... Jó, majd talán a legeslegvégén megvásároljuk, amikor majd tényleg nem tudom hova költeni a szójaimat, de egyelőre még kell. Na nézzük, tűzvarázsló kománk. Piromanta kollégánk, az mond valami újat. Most, hogy megvan az úredény. Oh, hello there. I'm pleased to see you safe, as always. If you provide the materials, I can teach you pyromancy. Szerintem semmi újat nem fog mondani. The pyromancer's flame. Ja, nem mond semmi újat. Ezt szokta általában mindig mondogatni. Goodbye then. Be safe, friend. Don't you dare go alone. Szerintem neki a sztori szája az akkor fog tovább haladni, hogyha a piromanta lángot fölhúzom plusz 5-ösre, mert megveszem tőle az összes piromanta varázslatot, de nem vagyok piromanta, úgyhogy nincs rá szükség. Na, akkor srácok, lányok,
gyakorlatilag a játéknak az 50%-ánál tartok. Most elvileg az úredényt oda kellene adnom a kígyónak, de nem a kígyóra, most nem arra fogunk menni, hanem egy opcionális hely felé fogunk elindulni, ami Anor Londóból jutunk el oda, de igazából Anor Londóból indul ki. Full opcionális a hely, úgyhogy aki szeretné, az meglátogatja, aki nem szeretné, az nem látogatja meg, de szerintem egy baromi jó hely. És a végén pedig találkozunk majd egy igen érdekes bosszal, aki nekem eléggé, hát sok fejfájást okozott. Nem azért, hogy hogyan kell legyőzni, meg mi, merre, hány méter, hanem a története, hogy ő vajon kicsoda. De majd mindjárt, hát hogyha majd odajutunk, akkor majd akkor meglátjátok, hogy mi, merre, hány méter. No. Lényeg a lényeg, hogy ezt a hidat, ezt most nem bántjuk. Hanem csak szépen lesétálunk. Mert itt belül van egy ilyen csiga lépcső. És visszamegyünk ide a templomba, ahol a festményőrzők voltak, viszont nem a tetőn, mert oda többet nem megyek vissza, hanem ide alulra. Itt is lesznek páran, úgyhogy nem kell aggódni. Ó, 90 léleknyi lamp van, az jó. Na, akkor itt most takarítunk. Az alapléleknyi lamp, az igen. Az már teljesítmény. Ó, és dobott valamit. Dobókés, ja. Dobókéseket szoktak ezek dobálni is, meg hogyha meghalnak, akkor általában azt ejtik el, mint jutalmat. Na, próbáljunk meg egyesével húzni. Ja. Kukucs. Gyere. Ó, hát persze, hogy te is jöttél, mert miért ne jöttél volna? Ezt nem hiszem, hogy bénázok én itt. Ugye target lock, igen. Össze-vissza ugrál. Ne védekezz. Így is úgyis meghalsz, csak idő kérdése. Na, eddig jó. Akkor most gyere te. Hova a francba lövöldözök, ez a hülye target lock egyfolytában. Eltűnik. Lokkold már be. Úgy. Na, te is dobókés dobtál. Csak nem értél el vele semmit. Na. Haverkáim, mozduljatok meg. Aj, gyere már. Úgy. Egyszer. Te is gyere szépen. Glaskanon nénihez. És Szovi bácsihoz. Ezt felejtsd el. Jujj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 
Persze, igen, te átlősz azon, én nem tudok azon átlőni, mert miért is tudnék. Meghoztam a farskát, komolyan azért ez vicc kategória.
Jó, az dobókés, meg ugye emlékeztek, onnan föntről levágtuk ezt a csillárt. Nagy órás fegyver. Azt hiszem ezt csak itt lehet megszerezni, sehol máshol. Ugyanaz, mint a varázsfegyver, csak úgy erősebb, és aztán tovább tart. Erősebb mágiával vonja be a szimpla fegyvereket, amiknek nincsen semmilyen mágikus képességük. Na, dobókés. Na, mondjuk a kardotoknak örülnék. Fekete vaspáncél szett, fekete vas nagy pajzs és nagy kard. Lehet használni. Brutálisan nehéz amúgy. Hova rakja be? Szerintem ezt nem itt van. Szóval... Hát igen. Van egy súlya, meg van egy egyensúlya is. Különleges fekete vasból készült, ami nagy védelmet nyújt, főleg a tűz ellen, de annyira szörnyen nehéz, hogy szinte csak Tarkus képes viselni azt. Ez a fekete vas Tarkus páncélja. Egy olyan lovag volt, akinek hatalmas ereje volt. Hát fegyveréről mit kell tudni? Sikerül megtalálni, elvileg a kardok között kell lennie. Nagy kard. 28-as erő kell hozzá, 10-es dexterity, az erő az C-vel skálázódik, D-vel pedig az ügyesség, 130-as az alapsebzése. Egyik a gigantikus egyenes nagy kardoknak. Nagyon kevesek rendelkeznek azon képességgel, hogy ez hihetetlenül nehéz, nagy pusztításra képes szörnyeteket használni tudják. A Berenike lovagok kedvence, akik nehéz páncélzatokról, valamint a fekete vas tark, valamint fekete vas tarkus, tarkusról ismertek. A pajzsról meg annyit kell tudni, hogy nem lehet vele hárítani, perrizni. Viszont rohadt nagy a stabilitása. Na! Itt van egy bazi nagy kép. Alapesetben, és akkor mondom is, ha nincsen nálatok ez a különös baba, akkor hogyha oda mentek, akkor és megvizsgáljátok, akkor semmi nem fog történni. Viszont, ha nálatok van, és úgy vizsgáljátok meg, átjutunk egy másik helyre. Egy totálisan másik helyre. Gyakorlatilag belekerültünk a festménybe. Hátrafelé nem ajánlott menni, mert halál. Úgyhogy előre. Ez itt gyakorlatilag Aramisnak a festői világa. És csak is kizárólag ezzel a babával lehet ide bejutni. És ebben a világban egyetlen egy bonfire van, az pedig itt van. Erről a bonfire-ről azt kell tudni, hogy közte van annak a kettő bonfire-nek, aminek következtében ez a mágia el van zárva a többitől, és nem lehet tőle teleportálni. Na, ez az egyik. A másik az pedig majd később. Annak igazából meg van magyarázva, hogy ott miért nem lehet teleportálni. Itt meg igazából azért van megmagyarázva, mert egy festmény belsejében vagy, szóval. Hogyan a francból tudnál innen kijutni, még bonfire-re se tudsz kijutni. Na, akkor fedezzük fel ezt a festményi világot. Ismerős haverok, ezek sokkal keményebbek amúgy, mint a mi világunkban lévő haverok. El az ajtó pedig nem erről az oldalról nyílik. Alap esetben ezt az ajtót úgy lehet kinyitni, hogy körbe mentek. Ami jó hosszú folyamat, viszont majd megmutatom, hogy hogyan lehet
csalni. Azt ott lelövöm. Ez elvileg humanity. Pontosan. És akkor szépen haladjunk felfelé. Itt van egy kollega. Aki egy nyilas misi. Itt is van kettő kollega, a hátsó az nyilas. Itt oldalról kaptunk volna valakit. Nem. Hát láthatjátok, eléggé sok lelket dobálnak. 300-at. A menedékben lévő kis rohadékok meg mennyit dobtak? 50-et? 20-at? Jó, mondjuk amikor visszamentünk, akkor 100-at dobáltak, de ezek meg 300-at, szóval össze lehet szorozni, hogy mennyivel keményebbek. Na. Újfajta ellenfél. Amiről azt kell tudni, hogy... ha meghal, akkor... hát olyan méreg szabadul fel belőle, ami elkezdi szétmordni a testedet. És gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint Blighttownban azok a faköpő mocsadékok. Leköpnek, és gyakorlatilag azt hiszem 5 percen keresztül egy olyan méreg kerül a szervezetetekbe, ami tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak, így szedi le szépen a HP-t. Úgyhogy ne legyetek hozzájuk közel. Na most ennek van egy ikertesója, aki tüzet hány. Na most én így varázslóként teljes mértékben jól vagyok, na most közelharci karakterként van ezekkel probléma. Hát közelharci karakterként kétfajta megoldás van. Vagy egy bazi nagy fegyver, ami nagyon-nagyon hosszú, és annak a végével megölni őket. Utána pedig szépen hátraugrani, vagy levinni a HP-jukat, aztán utána hátrafutni és lenyilazni őket a francba. No. Arra most még egyelőre nem megyünk, hanem mutatom, hogy erre fele mi van. Ismételten haverok. Azt hittem, hogy double kill. Jó is lenne. Mondjuk azt hiszem, hogy mágussal nem is lehet double kill csinálni. Legalábbis ilyen varázslatokkal. Ezekkel a típusú varázslatokkal. Nem értem, hogy miért vannak ezek az FPS esések mostanság. Jó. És akkor... azt hiszem, lehet, hogy előző részben meséltem róluk. Ezekről a madarakról. Na most itt Aramisnak a festői világában ezek a madarak, ezek eléggé kemények, viszont hogyha sikerül őket legyőzni, akkor dobhatnak... Bocsi, csak mindig odafigyelek ezekre a neszekre, mert sose lehet tudni, mikor támadnak be. Darksus 2-ben sose vagy biztonságban. Akkor dobhatnak ilyen megtorlási emléktárgyakat. Tehát itt lehet farmolni ezt a tárgyat. Ja, igen, nekem... varázsló bot kell, és akkor... lefutunk oda. Ezt gyorsan felszedem. És gyorsan futás vissza. Mert már jönnek is. Vigyázni velük, mert nagy rohadékok és nagyon kemények. Nagyot ütnek. Erre a támadásra nagyon odafigyelni, vagy megszakítani, vagy elugrani. Hát csinálják. Jó, itt most szerencsém volt. Ha ez a támadás sikerül, akkor a fejetekre ugranak, és a csőrükkel meg szét derzálják az arcotokat, és gyakorlatilag engem például meg tudnak most ölni ezzel a dolog, és láthatjátok is, hogy dobták is azt az emléktárgyat. Úgyhogy vigyázni ezekkel a madarakkal. Dark Souls 2-ben is van egy madár, ami pontosan ugyanúgy néz ki, mint itt ezek. Nem akarsz megmozdulni? Köszönöm. Viszont az kivételesen a segítőkész madarak közé tartozik. Nem, nem! Nem ész innen ám a szonyádba. Jó,
Jó, leesett. Nekem így is jó. Nekem így is jó, haver. Megbeszéltük. Na, elvileg... Sőt, gyakorlatilag, azt hiszem, lehet, hogy azokat is ide tudom hívni. Nem, túl messze vannak. Akkor itt szépen lepottyanunk. Száraz új. Egy pillanat. Mindjárt mesélek erről a száraz újról, hogy micsoda. Csak igen, itt van egy haver. Jó. Hát, tudjátok mit? Ide átjövök, egy kicsivel biztonságban érzem magamat. Na, ez a száraz új. Ez... PvP cumó. Itt van, né? Száraz új, több új perccel. Össze van aszalódva, de még mindig meleg. Ilyen sok új perccel biztos, hogy nem emberi lénytől származik. Ez a tárgy elvileg PvP tárgy. A PvP-ről annyit kell tudni, hogyha PvP, tehát hogyha valaki beinvédel titeket, vagy ti beinvédeltek valakit, akkor az történik, hogy lemegy a fight, valamelyikőtök ugye győz, valamelyikőtök veszít. Ha győz... hogy mondjam? Nem, rosszul mondom. Tehát a lényeg, hogy elvileg úgy van, hogyha titeket beinvédel valaki, és győztök, akkor utána a Dark Souls-ban van egy ilyen rendszer, hogy utána 5 percig azt hiszem nem invédelhet be újabb játékos. Viszont, hogyha ezt a száraz újat valaki elhasználja, akkor onnantól kezdve ezzel rezetenni lehet azt az időt. Tehát valaki beinvédel titeket, oké, legyőzték meg minden, és azt akarjátok, hogy ismételten valaki beinvédeni titeket, de nem akarjátok megvárni ezt az 5 percet, akkor ezt a tárgyat kell használni, és akkor ez a száraz új, ez leszedi azt a rezetelőt, és akkor utána ismételten beinvédelhetnek titeket. No, akkor mi most ide szépen kijöttünk, és mutatom, jaj, igen, elfelejtettem valamit megmutatni. Van egy titkos shortcut, amit innen lehet megcsinálni, oda kell majd nekem szépen átugrani, mutatom is. És így ki lehet nyitni ezt a kaput. No de. Tegyünk úgy, mintha ez most nem történt volna meg, jó? És akkor megmutatom, hogy alapesetben milyen rohadt hosszú ideig tart, hogy a kapunak arra az oldalára kerüljetek. Szóval itt szépen kitakarítottunk eddig akkor mindenkit. Jaj, nem, elfelejtettem, itt még van lent 2 darab patkány. Viszont ezek a patkányok, ezek fehér színűek, és sokkal keményebbek, mint a mi világunkban lévő patkányok. Sokkal keményebb, azt hiszem nem is mérgezést adnak, hanem átkozódnak. Jó, egynek annyi, úgyhogy ne nagyon hagyjátok, hogy hozzátok érjen. Bármelyikük is. De miért a falat lövöm? Vagy az oszlopot? És sokkal agresszívebbek is. Sokkal több a HP-juk, meg minden egyéb. Na, zseblélek. Azért érdemes volt ide lejönni. Meg ugye megmutatni, mik ezek a hörgések. Ezek a... Az a patkányokból jön. Ó, igen. Azt is ott el lehet lőni. Ó, észrevettél, haver? Az... Annyira nem jó. Annyira nem örülök ám neki. Jó. Itt pedig gyors befut, és gyors vissza. És elvileg mindjárt jönnek a haverok. Szépen lassan, de jönnek a haverok.
Nem, nem, mennyi távolabb? Nem szeretném, hogyha megmérgeznél. Ahogy köszöntem. Na most elvileg jön majd még egy. Ahogyha méltóztatik megmozdulni. Meg hogyha egyetlen észrevett. Jajajajajaj. Ez közel volt. Pedig tudom, hogy van itt még egy. Beugrok ide. Nem is egy van itt, hanem több. Akkor azokat így intézzük el. Amíg nem vettek észre. Addig jó. Hát oda ki egyelőre még nem megyek. Előbb el akarom intézni itt ezt a szarházit. Itt lövöldöz. Lehet nagy lélek nyillal kellene. Mégis csak többet sebez. Csak így se érek el vele semmit, mégis két lövés. Ja. Na, amúgy elvileg, hogyha nincsen nálatok nyilvessző, akkor ezt a kötelet itt így. De lehet szakítani. Igen, itt megint vannak patkányok, sajnos. Elvileg itt van egy haver, aki már itt van mögöttem. Általában itt van fönt. Komolyan játszadozzunk már ilyen hülyeséget, jó? Támadj! Támadj! Úgy. Na, akkor most megyek én ide ki. Csapda! Na gyertek! Liba sorba! Hova lett a másik? És komolyan oda leestél? Na, na mindegy, onnan úgyse fogsz kijönni. Vagyis hát remélem. Remélem, hogy nem lesz annyi esze, hogy onnan kijöjjön. Na. Ismételten csapda, változatosság kedvéért. Köszöntöm a részvételt. Büszke lovagnak a nagy lelke, ismételten zseblélek. Ez a torony, ez tele van ilyen madár ellenfelekkel, úgyhogy csak ügyesen. Már jön is a haver. Na gyere! Jó, meg lettél szakítva, még le is esett a hülye. Én meg ellőttem egy nagy léleknyilat. Fantasztikus. Nézzük, hol vagy. Aha, jóval jön föl. Nézzük, hogy hol mocorog. Jó, akkor mehetünk. Úgyis itt fog megjelenni. Ezt felejtsd el, mert nem játszunk. Ó, testátkutatás, arra majd később megyünk. Szóval az. És akkor... Nem, először fölmegyünk a toronynak a tetejére. És majd akkor utána jövünk errefele. Itt a torony közelében még van azt hiszem kettő ilyen madár. Erre fele pedig, hát nem ajánlom, hogy gyertek, mert azt a cuccot innen nem lehet elérni. Hadd matekozzam ki. Majd visszafelé, ja, majd visszafelé. Na szóval, elvileg itt fönt még kettő hülye madár van. De egy biztosan. Jó van, már észre is vett. Úgyhogy gyere csak.
Ugye most nem ugrottál le. De. Új a barma. Hát jó. Akkor szépen megvárom, hogy ott fölfusson, és amikor fölfut, akkor megyünk szépen eléje. Jó. És van. Aha. Lőj már, banyek. Nagy. Azért látszik, hogy az zuhanástól az ő is kapott egy picit. Akkor itt lebukdácsolt. Na. Elvileg már csak egy hülye madár van itt fönt. Valahol ott van fönt, talán. Aha, már jön is. Ne, ne! Na most hova estem? Jó van, még jó helyre estem. Anyádba vagy. Ujjajjaj, ez közel volt. Rögölj már meg. Köszönöm. Fú. Na. Picit megállt a szívem, de semmi probléma. Centim múlott. De talán milliméteren. De elvileg itt most már kitakarítottuk a madarakat. És akkor... ha ide feljövünk... igazából azt hiszem, hogy csak PvP tárgyat találunk. Ja, a vörös jel szappankő. A vörös jel szappankő az arra jó... mindjárt elmesélem, csak... igen, ott van egy tárgy, azt felszedjük. Ja, seblélek. Tehát a vörös jel szappankő az arra jó, hogy tegyél le egy megszálló jelet. Igen, PvP tárgy. Légy sötét lélekként megidézve egy másik világba, és idéződet legyőzvén emberséghez juthatsz. Bizonyos sötét idércek ellenállnak a gonoszszá válásnak, és tiszteletre méltó úton maradnak. A vörös jel szappankő nekik szól. Tehát röviden, tömören, hogyha én leteszem ezt a jelemet, és valaki odáll a jelemre, akkor elfogadja a kihívásomat. Tehát ezzel gyakorlatilag nem pofátlan módon invédelsz be tök random játékost, hanem a másik játékos dönti el, hogy szeretne-e veled harcolászni vagy sem. Mert megnézi a jeledet, megnézi, milyen cuccba vagy, szimpatikus vagy neki vagy sem, és akkor rányom, hogy jó, akkor igen, és akkor beinvédelődsz az ő világába. Tehát ilyet is lehet. Ezzel így megvagyunk. És akkor eljövünk most erre. És mutatom. Igen. Amíg az el lehet oda átugrani. De nem, semmi probléma nincsen azzal, hogyha ide leestek. Mert itt van egy zseblélek. Egyszer. Illetve innen még tovább lehet esni. Én azt javaslom, hogy arra, először, aztán lehet szépen ide tovább fottyanni. Tudjátok mit? Aha, jó, ezzel egy hit, jó. Így, né? És ebben a ládában találjuk meg a festményőrzőknek a szettjét. Én ezeket meg kikaparom innen, mert még véletlenül is akarom őket elnyomni. Na, festményőrző. Fekete vándor elit. Itt van.
köpeny, amit az alabástromba öltözött alakok viselnek, akik az anarlundai festményeket őrzik. Lényeges védelmet nyújt a varázslatok ellen. Már évek óta védelmezik Aramis nagy festményeit, és a kötelességüket generációk óta adják át. De arról már nincs emlékük, hogy miért oly fontos ez. Hát a mostani szettemhez képest... ez azért jó, mert a mágikus védelem az eléggé nagy, meg a tűzvédelem rajta. Méreg is vérzése, a méreg ellenállás pedig gyakorlatilag a legnagyobb, tehát a legjobb cuccok közé tartozik. Mindjárt megnézem. Mert van a... Ez 59, a piromanták ezzel a szettel kezdenek. És ennek is 59-es méreg ellenállása, viszont ennek meg 78. Azt hiszem egy darab ilyen ruha van még. Ó. Ja igen, ezek is emberséget dobálnak. Ami jó a tűz ellenállása és a méreg ellenállásain is. Most nem tudom, hogy melyik jobb a méreg ellenállásban, a festményőrző vagy ez. De majd úgyis kiderül. Ja igen, ismételten csapda változatosság kedvéért. Csak türelmetlen volt az úriember, és inkább nem várta meg, hogy oda menjek. És alap esetben így lehet ide fölmászni, ahol volt ez a kettő hülye gyerek, de hát ugye onnan érdemes őket lesznájperezni, én szerintem. Ha pedig ide eljövünk, akkor itt egy érdekes táj van. Féreghajtó tojás. Na, a féreghajtó tojásról következő dolgot kell tudni. Eltünteti a parazita tojást a testedről. Kesernyi savanykás ízű gesztenye kiszedi a parazita tojást a testedből. A tojáshordozók úgy döntöttek, hogy káosz lángját szolgálják, és a tojások szimbolizálják az ezen önzetlen választásokat. Természetesen ezek a gesztenyék tiltottak, kivéve pár különleges esetet. Na, ez a féreghajtó tojás, ez... tehát ott lent a káosz lányainál, ugye láttatok, hát a káosz lányai mellett volt... egy NPC, egy árus, annak is ugye a hátán egy csomó tojás volt. Na, ha megölitek, nem őt, hanem vannak van azon kívül tizenvalahány a játékban. Most, hogyha azokat megtámadjátok, akkor azok együttés tényleg. Viszont amikor azok meghalnak, akkor a testükből rohacsok ilyen kicsi kis parazita kezd el kiszabadulni, hogy azok is amúgy együttés mindegyik, tizenvalahány lelket dobálnak. Viszont azok, hogyha elérnek titeket, és mondjuk mind a 10 egyszer ugrik rátok, akkor az instant halál, mert szétvéreztetnek titeket, és hogyha meghaltok, akkor a bonfire-nél úgy élettek föl, hogy van egy ilyen tojás a fejeteken. Na és ez arra való, hogy azt a tojást leszedjétek magatokról. Viszont annak a tojásnak van egy előnye, hogyha... meg ugye annak van még egy hátrány is, hogy olyankor azt hiszem nem lehet felvenni sapkát a karakterre. Tehát olyankor automatikusan azt hiszem ledobja magáról. Na de hogyha az a tojást, azt nem is tudom, hogy ahhoz várni kell, vagy megint meg kell magadat haraptatni ilyen parazitákkal, de hogyha jó bazi nagyra megnő az a fejeteken, és beszéltek ott a káosz lányai melletti árussal, azt hiszem akkor kaptok egy piromanta varázslatot, aminek nem tudom, hogy mi a neve, meg nem is emlékszem rá, hogy mit csinál. De azt kizárólag csak akkor lehet megszerezni, hogyha ilyen tojásfőek vagytok. Na nézzük, akkor itt körbe mentünk, azt megmutattam, gyakorlatilag ennek a jobb fele ez itt mind ki van pucolva, a torony is ki van pucolva. A torony alja még nem teljesen van kipucolva, és akkor marad ott az a rész, az a bal alsó rész. De akkor nézzünk itt középen, hogy mi is a történet. Na. Jacska. Emlékezzetek, hogy a sárkánygyíkok völgyében volt egy ilyen élő halott zombi sárkány. Na itt van a tesója. Ha túl közel megyünk, akkor elkezd szépen feléledni. De hát miért nem mennék közel, mert itt van a vérpajzs. A vérpajzsról majd mindjárt mesélek. Meg egy zseblélek. Na. Haver csótány. Ajajajajaj.
célkövető lélekmassza nem akar működni? Mennyire kell hozzá közel menni? Nagyon. Ön közel még nem megyek hozzá. Nem vagyok hülye. Akkor lélek láncsa. Vége van, úgyhogy nem kell aggódni. Na. 5000 lélek plusz. Sárkánypikkely. És akkor... Hát jó, most még ez a nagy lélek... Vagy izé, lélek massza gömbök, ezek akkor most itt maradnak, ameddig valamilyen ellenfelé nem találkozok. No. Meg hát igazából tudták nekem demonstrálni. Elvileg ezt lehet targetelni. Nem, nem lehet targetelni. Viszont lehet ütni. Na kérlek szépen benneteket, ez gyakorlatilag a sárkánynak az alsó fele volt, viszont olyan hévvel indult meg, hogy közben leszakította magáról. Elvileg, hogyha jumpeteket csináltok erre, tehát van olyan fegyveretek, mondjuk egy Zweihander vagy egy kétkezes fegyvert kezétekbe fogtok és jumpetekkel rásújtotok egyet erre, akkor két lábra egyenesedik, viszont akkor se csinál semmit, viszont akkor át lehet futni a lába alatt, és el lehet jutni a bosshoz egy rövidített útvonalon. De amúgy tényleg semmi más haszna nincs ennek, tehát nem lehet megölni, nem lehet vele semmit se csinálni, csak jumpetekkel lehet azt megcsinálni, hogy két lábra áll és akkor át lehet futni a lába között. Le az alsó hídra, mert úgy alattunk is van egy ilyen híd szerkezet, amit nem tudom, hogy innen lehet látni. Ja, ott van lent a híd. És... Ja. Egyelőre akkor itt ez ennyi. Akkor mi maradt hátra? Ó, még sok minden maradt hátra. Na, aggódjatok. Még mindig nem végeztünk. Talán most tartunk a felénél ennek a területnek. Mert az ajtó, ez erőteljesen itt zárva van. Valamilyen szerkezet által van lezárva. Na, aggódjatok, itt nem a boss jön. Hanem egy kicsivel más dolog. Másfajta ellenfelek. Júj, basszus! Na, ez szép volt. Aj, miért vagyok hülye? Miért vagyok hülye? Na jó. Ez így most nem jött ki jól, sajnos. Akkor visszalélek nyilakra. Alap esetben most akkor körbe kellene futni. De most én kihasználom ezt a félig meddig csalásnak nevezett dologot. És kihasználom, hogy itt kinyitottam előre én a kaput. Mert 28000 leleket nem akarok ott hagyni. Kérem vissza. És akkor kezdjük el őket szépen kikájtolni. Így ne. Itt vannak ezek a cellák. Ezek mögé szoktam én általában elbújni. Szépen innen kikajtolom őket, mert egyesével jönnek. Érdemes őket oldalul eltalálni, mert... Jaj! Itt a másik oldalról támadsz. Mert szemből a pajzsuk az véd. Nagy bőr pajzsot szoktak dobálni. Jöttök még. Mondjuk fára nem igazán vették észre, hogy mit akarok.
Na, ennyit véd a bőr, ennyit véd ez a pajzsuk. Mivelőleg a bőr pajzs. Jó. Visszajövök. Jó. Úgyis most jön a haverja. Hát még ketten vannak. De ne a... talajt lőd. Ja, bőrpajzsot dobálgatnak. No de akkor most, hogy ezzel meg vagyunk. ezer lélek. Ring of Sacrifice. Jó. Jó, hogy ez itt van. Úgyhogy én ezt be is rakom, és akkor úgy megyünk le a csatornákba. A csatornákban lesznek genyláda ellenfelek, úgyhogy inkább biztosra megyek. Most az egyszer. Büszke lovaglélek. Meg ugye csapda. Mert ugye miért is ne. HP. Nagy léleknyia. És akkor irány le a csatornába. Ide mindenképpen le kell jönni. Úgyhogy ez nem olyan nagy opcionális hely. Na, hogy azt higgyétek. Hát ez majdnem. Simán ledarálják a HP-t, hogyha eltalálnak egyszer. Úgyhogy csak óvatosan velük. Ugye az a szerencsé, hogy rohadt sötét van és nem lehet látni semmit. Félre kell ugrani és nagy lélek nekik gyorsan. Jaj, de megijedtem ettől a csontdarabtól. Na itt azt hiszem vannak. 8-an. És higgyétek el, én egyszerre csak egyet akarok magamra húzni. Itt van mi az egyik. Gyorsan. Hát igen, ezek ilyen kerékpajzsos köcsögök. Kerekesék. Jó, nem. Most középről megyünk. Vegyél már észre. Köszönöm. Ölni. Most akkor bemeltünk ismételten közép, és ezt itt felszedhetem. Zsebdélek. Gyors, 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 blokk. Hát az épp, hogy csak kategória. Ne aggódjatok, nem csak itt fogunk velük találkozni, majd amikor lemegyünk Nitó fele, akkor is. Blokk gyorsan. Nagy. Még szerencsé, hogy 800 lelket dobálnak. Szóval ebből a szempontból megéri őket formulászni is. Zseblélek. Na és ez a kar, ez itt nagyon fontos. Ezzel nyitjuk ki az ajtót. A kaput.
És az a híd vezet minket majd a bosshoz. Na, de itt még nem végeztünk. Ez már tényleg full opcionális, aki nagyon-nagyon szeretné, azt csinálja meg. Most itt a végén van egy köcsög. Itt én megpróbálok kicsalogatni, mert hogyha itt talál el, akkor vége a sztorinak. Helyes. Gyere csak. Hova az anyámba mész? Állj már meg egy helybe valahol, hát basszus kulcs. Nagyon gyorsan elveszítem a target lockot. Jó. Na már csak kettő van hátra. Az a kettő is megvan, akkor teljes mértékig kikájtoltam itt mindent. Meg kéne próbálni. Futás. Gyere. Mondjuk most az a gáz, hogy elfogyott a nagy léleknyilam. Még van lélekláncsa. És ez bőve jó, és már csak egy darab van hátra itt. Ne legyen akkor jöttök itt harcolászni, mert a szűkös területen melléképület kulcsa. Az úgy fontos. Igazából nekem erre nem kéne erre jönnem. De Pirmontáknak ajánlott. Hát ez centiken múlott. De tényleg. Na szóval. Pirumontáknak ajánlott erre jönni. Mert hogyha ezt itt megölitek. Akkor ez dob egy tárgyat. A tűzhullámot. Ami szerintem egy tök jó kis varázslat. Közelharcra baromi jó. Na, akkor itt végeztünk, és akkor itt szépen kimászunk. És akkor lássátok itt körbe az egészet. És akkor itt kijövünk a kútból. És akkor visszajutunk szépen ide. Na, kettő helyszín maradt hátra. Vagyis hát igazából három. Ott, ahol van a fejem bubja, arrafele. Akkor ez az épület. Meg a boss. Na már most. Na nem, majd később mesélek erről, beszélünk erről. Nem, mondjuk Ring of Sacrifice az be van pakolva, úgyhogy nem kell attól fosni, hogy bármi is történik. Akkor jövünk erre. Mondjuk a csatornában ugye most megszereztük a melléképületnek a kulcsát, amit csak és kizárólag ezzel lehet kinyitni, tehát mester kulcsal se nyitható. Ez az ajtó. És akkor... Hát akkor haladjunk szépen. Gyorsan. Te szarházi, gyere már ide. Tehát legalábbis vegyél már észre. Na, ez egyszer megvan. Ezt itt áttörve föl tudjuk szedni itt ezt a tárgyikát, ami elvileg Velkának a törje. Velka vívótőre, pontosan. Fönt a madarak sikogatnak. Észrevettek ezek szerint? Jaj, meg ez is észrevett. Most ezzel a köcsöggel általában mindig bajba vagyok. Ezt hogy kéne megölnem? Így varázslóként. Akkor egyelőre hanyagolom.
Innen át tudok lőni? Át tudok lőni, helyes. Azokat ott elintézzük. Meg akkor a haverodat. Ott pedig lent van, egy, van az okkult parázs. Fönn meg két hülye madár. Ami majd mindjárt el akar engem látogatni. Most, hogy ezek a madarak innen elszálltak, most fognak jönni. Nem. Nem, nem. És nem hal bele? Dögöljél már meg, hát... Most komolyan ide bejössz utánam? Itt akarsz a fejemre ugrani? Jó sokat látunk mi. Na. Nem így terveztem, de hát így alakult. Jó, az okkult parazsat azt felszedtük. Na most valahogyan itt föl kéne jutni. Na várjatok. Hogyan kéne ezt elintézni a kosba? Így. Nagyon jó. Nagyon jól csinálja, amit csinál. Itt kéne kajtolni, úgyhogy én eltaláljam, de ő ne találjon el. Nagyon jó. És elvileg... Még itt kapni fogok a nyakamba egy-két hülyét. De még mielőtt kapnám a nyakamba a két hülyét, azelőtt felszedjük Velka fekete papjának a szettjét. Ami szerintem baromi jól néz ki, és majd erre fogok átváltani. Azért a zseblélekért az oda kéne menni. Na. Elindult már vajon a... Aha, itt van, jó van. Vagy eset, itt vannak. Ó, bazd meg! Majd pedig annyira szép lett volna, hogy ez sikerül kikajtolni ezeket. Ah. Igen, áldozati gyűrű összetört. Jó, nem baj, nem lényeg. Zseblélek amúgy, tehát semmi más. Jó, oké, felfogtuk, hogy összetört. Köszönöm. Na. Akkor kell egy humanity. Mert emberi szeretnék válni. Lelketlen állapotnak a visszafordítása. Nagyon helyes. És varázslatot hangolunk. Nem bossra megyünk, ne aggódjatok. Nem kell félni. Mondjuk hülyeség volt ezeket kiszedni, de jó lesz ez így. Na, hogyha már itt vagyok, akkor szinte tényleg 48 ezer lélek, azért nem kéne putkorászni csak úgy. Jó, 25-ös az a ügyesség. És mostantól kezdve 20 ezerbe kerülnek a szintlépések. Na jó, a hangolást akkor 33-asig kéne föltolni, megkapjuk a következő slottot. Ja, igen. A napfény hercegnő gyűrűje, ugye ezt Gwyndolintól kaptuk, annyit csinál, hogy megnöveli a csodáknak az energiáját, tehát a csodáknak az erejét. Ezen gyűrűt azon kapják, meg akik a szövetségbe lépnek Gwynivelrel, a Gwynur lányával és a napfény hercegnőjével. Ez az enyhén langyos gyűrű megnöveli a csodák közti szinergiát. Gwynivel a napfény hercegnője, királynője, mindegy, elhagyta Anor Londót más istenekkel, istenségekkel együtt, és később a láng istenének, Flannak lett a hitvese. Hát igen. Ez kicsit
Kicsit árulkodó. Ez a gyűrű. Meg ez a leírás. Minket csak azért ölöm meg, mert nem szeretném, hogy utánam jönnének. No. Hát akkor ott ezt a zseblelket ott hagyjuk, jó? Jaj, tényleg, hát basszus, hát szóljatok rám. Hogy szettet cseréljek. Igazából sokkal rosszabb, mint ami most van rajtunk. Egyedül azért jó, mert tűzvédelme magasabb, méreg és vérzés ellenállása magasabb, meg kurva jól néz ki. Szerintem. Főleg azért csajvarázslón. Meg itt van amúgy a maszkja. De szerintem a maszka az, ami leginkább elrontja ezt a szettet. Úgyhogy így. Szerintem brutálisan jól néz ki. Főleg így, hogy itt a belső combokon van egy ilyen... Hát nem is tudom, minek nevezzem. Mondjuk pont itt nem... Na, egyik lett nem itt a sötétbe kéne mutogatnom. Tehát ott a combon körbe. Nem tudom, hogy nevezik ezt, de szerintem rohadtul szexi. Na. Szóval akkor... Igaz, hogy ez egy papnő szed, de mindegy. Szerintem brutálisan jól néz ki. Nem. Akkor itt ezt még kitakarítjuk. És kapni fogunk egy invadert. Azért vagyok egyedül. Tehát csak és kizárólag azért váltottam emberi alakba. Hogy azzal az invaderrel találkozzunk. Na, gyere már! Ja, hogy itt van a haverod, és azért nem tudsz megmozdulni. Arról az invaderről azt kell tudni, hogy a mágia ellen, tehát mágiával nem tudom legyőzni. És hát le tudom győzni, csak kurva hosszú ideig fog tartani. Mert olyan szedbe van, meg olyan hatalmas a mágia ellenállása, hogy gyakorlatilag cseszhetem. Viszont a szett, amiben van, az megint csak izé szerintem rohadt jól néz ki, főleg csaj karakteren. És jön is. Jeremiah nevű sötét lélek megszállta a világodat. Na nézzétek meg, mennyit sebzek rá, ha eltalálom. 10. Ja, amúgy ez Spiro mondta. Úgyhogy vigyázni vele. Közelharcosoknak amúgy az GG easy, de nekem nem. Na jó, nézzük a lélekmasszákat. Ezek elvileg 100-at. 500-at sebeznek rajta. Egy normál ellenfelem. Hát ezen csak 40-et. Azaz, azt nehogy elkasztold. Tűz vihar, azt hiszem az a neve. Amit szeretett volna elkasztolni. Mondd, hogy beakadtál oda. Annyira jó. Mondjuk az a gond, hogy védekezik a macsok. Szerintem nem az összes célkövető massza az, ami eltalálja. Na nézzük, lélekláncsa. Ó, az már sebzi. Sebezte. Nem eddig volt. Ja, ezzel vigyázni. Ezzel az ostorral. Eléggé kemény. És eléggé nagyot csap bele, és vérzést okoz. Nagyon brutális vérzést. Na, gyere már! Jó, elfogytak a ízé a varázslataid? Ezek szerint. Azért jön ezzel a hülye ostorral. Ezért le ne essek. Pont amikor már itt a vége felé vagyunk. Ne ugrándozzál már. Állj már meg egy helybe.
az anyád úristen itt már. Méltóztassál meg dögleni, köszönöm. Na, a szettjét meg lehet szerezni mostantól. Jeremiah király nevű sötét élek legyőzve, 30 ezer lelket dobott a kis köcsög. Megvan az embersége is. Ó, 0-2-esen áll az emberségem, király. És megvan a tüskés ostor is. Mindjárt. Csak 2 darab van amúgy ebből a játékból, a másik Blightonban van, de azt nem mutattam meg, hogy hol kell felszedni. Mert azt már azért szerintem elpattant azért az agyamba, azt úgy voltam, hogy inkább nem. Látjátok, segédhatás 300-as vérzést okoz. És ügyességgel skálázódik B szinten. 16-os ügyesség kell hozzá, hogy tudjátok használni. No, akkor nem maradt más hátra, mint hogy szintet lépjünk, és menjünk szépen a bosshoz. Milyen gyűrű van benn nálam? Semmilyen. Ja, mert ezt a vízi napfényhercegnő gyűrűjét magyaráztam el. Jó, úgyis bosszolni megyünk, úgyhogy a célvédelem gyűrűje. Na, szintlépés. Hát talán 2 szintet tudok lépni. Nagyon vicces. Nagyon vicces. Mondjuk nem... Ja, mondjuk tök mindegy, hogy mivel lövöldözök. És csak ezt a 3-at intézem át. Na, azt ülök vissza szépen a Bonfire-höz. Ez jó volt amúgy. Tényleg. Ez vicces volt. Na, izzítsuk fel. 10 Estus flaska legyen nálam. Varázslat hangolás. Nagy nehéz... A francokat. Nem, mert idés gyorsnak kell lenni ez a bosshoz. Mi van berakva? Jaj, tényleg pajzs. Jó, hogy mondjátok. Köszönöm, szóltatok. Vérpajzs. Ezt fogom alkalmazni. Semmi extra, annyi, hogy 100%-osan védje fizikális sebzést. És 53-os a stability-je. De a vérpajzs, amiről az elveszett legendák is szólnak, a vörös vére kissé el van bűvölve, egy különböző ellenállásokat növel. Jajám! Vérzés, méreg és átok ellenállás felugrott. Majdnem mindegyik 90-en van. Na de itt gyakorlatilag ez a vérpajzs azért kell, hogy a vérzés ellenállásunk magas legyen. Ja. Gaszti, visszajöttetek. Menj innen, jó? Meg te is. Nincs nekem időm rátok. Úgyhogy itt szépen fölteszem a hátamra. Már a boss, hogyha eltalál, akkor vérzést okoz. Jó, titeket békén hagylak. Szoborról nem meséltem. Ha alaposabban megnézzük azt a szobrot, akkor láthatjuk, hogy a hölgyemény és az alatta lévő... Hát basszátok már meg! Alatta lévő kislány, annak a kislánynak az arca az eléggé furcsa. Kicsit olyan érdekesen van megkrálva a szobor szerint. De akkor haladjunk szépen a boss felé. És hogyha elintéztük... Akkor nem, még a boss előtt még mesélni fogok pár dolgot. Jó, pár dolgot. Támadj már! Köszönöm. A hőkövetős nyilvessző, de támad már. Azért
hagyjuk már a full komut, jó? Közelebb nem megyek. Így né. Na. Kis szarházik. Hát... jó, végül is. Ha te mondod, hogy tudsz repülni. Jó, kettő leesett. Jó. Ezzel is megvagyunk. És itt ismételten van az a hatalmas nagy... lovag. Ő is újra termelődik. És neki például a kardját meg lehet szerezni. Megfarmoljátok. Nem akarok rá elhasználni nagyot. Nagy varázslatot, mert az kelleni fog. Gyerünk, gyerünk gyorsan, miért még gyógyítana. Úgy. Meg nagy titanitot dobál. No. Akkor menjünk bosszozni. Aztán meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Vagy nem. Jaj. Az egyetlen... Nem az egyetlen, mert ezen kívül még van egy olyan boss fight, ahol nem támad ránk kapásból a boss. Viszont talán az egyetlen olyan boss fight, vagy boss, akivel lehet előtte beszélgetni. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Thou must return it whence thou came. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee. Plunge down from the plank and hurry home. Kihagyható. Totálisan kihagyható ez a boss fight. Arra hátra kell elfut, meg is mutatom. És amúgy ő is elmondta. Ide hátra kell futni, elfutni a széléig, és akkor bejön az animáció, és akkor a karakterünk leugrik, aminek következtében visszakerülünk a Norlondóba. No. Viszont. Itt kéne, hogy legyen egy holttest. Na mindegy. Na akkor gyorsan meséljünk erről a hölgyeményről. Ezt a hölgyeményt úgy hívják, hogy Priscilla. Na Priscilla-nak az arcát nézzétek meg erőteljesen. Még nem fog belelődni semmit. Na. A vonásai erőteljesen hasonlítanak egy bizonyos hölgyeményre. Viszont ott nézzétek meg, vannak ilyen kis szarvacskái, és a szeme is eléggé furcsák. Illetve a színe is, tehát hófehér gyakorlatilag, ilyen kristályos színe van, és van farkincája. És az az érdekesség, hogy a farkincáját le lehet vágni, és hogyha levágjátok, akkor lehet belőle kapni egy tört. Na. Ő elvileg egy nem várt gyermek. Tehát két személynek a nem várt gyermeke. És én szerintem, tehát a sztori szempont, tehát én úgy raktam össze a sztorit, hogy Priscilla az Guinevere-nek a lánya. Az édesapja pedig Seed, a pikkelytelen sárkány. Na most, hogy én miből gondolom azt, hogy Seed a pikkelytelen sárkánynak a lánya, tehát hogy Priscilla az pedig ugye az apja. Hát azért, mert gyakorlatilag a játékban a sárkány típusú bosszoknak lehet levágni a farkincáját, és hogyha levágjátok a farkincáját, akkor dobni szokott cuccot. Most a gargoylokat azokat most felejtsük el, jó? Tehát a gargoyloknak is le lehet vágni a farkincáját, és abból is ugye lehet kapni egy fegyvert. Illetve van egy bizonyos démon, aminek nem a farkincáját kell levágni, hanem az egyik kezét. Viszont az nem fegyvert dob, hanem egy gyűrűt dob, hogyha azt levágjátok.
itt Dark Souls 1-ben. A másik az, hogy Szita pikkelytelennek is ugyanilyen színe van, ugyanilyen kristályos fehér színe van. Hasonló a mozgása, illetve Priscillának is van egy olyan támadása, hogy ilyen kristályos támadást szór, ami Szitnek is van. Na, a másik pedig az, hogy miért gondolom az, hogy Guinevere-nek a lánya. Azért, mert... Hát most hosszú lesz, srácok, látnyok, jó? Úgyhogy aki bossra vágyik, az egyelőre még maradjon nyugodtan, jó? Tehát itt van például ez a gyűrű. A naphercegnőnek a gyűrűje. És az utolsó mondat, hogy Guinevere a napfény hercegnője elhagyta Anorlondót más istenségekkel együtt, és később a láng istenének, Flannak lett a hitvese. Na most a lényeg, hogy én szerintem az történt, hogy Guinevere összeszűrte a levet ezzel a szinttel, és nem várt gyermeket, miközben a lángnak az istenéhez adta Gwyn, a lányát, Guinevert. Na, összerakom újra az egészet. Szóval a lényeg, hogy Guinevere és Seed összeszűrték a levet, aminek következtében Guinevere terhes lett. Aztán terhességének a gyümölcse nem lett más, mint Priscilla. Priscilla pedig születésétől kezdve egy kocsnak számított gyakorlatilag. És azután szerintem Guinevere elhagyta a Nullondót más istenségekkel együtt, és ezért lett a lángistennének, Flannak a felesége, hitvese. Közben pedig tehát szerintem Seed, a pikkelytelen sárkány, az nem tud róla, hogy se Seed, se Gwyn nagyúr nem tudott róla, hogy Priscilla megszületett. Tehát a létezésről nagyon-nagyon nem tudtak, és szerintem Guinevere azt csinálta, hogy Aramisszal beszélt, hogy fesse meg ezt a festményt, és tehát megkérte Aramiszt, és még egy valakit megkért, nem mást, mint Velkát, a bűnistennőjét. Na most itt tudni kell, hogy az istenségek amúgy olyanok, mint a God of War-ban, tehát hogy igazából köztük élnek, itt az emberek között élnek az istenségek. Tehát Velka a bűnistennője, és megkérte Guinevere Velkát, és megkérte Aramiszt. Aramiszt azért kérte meg, hogy nem is biztos, hogy Guinevere, lényeg, hogy Velkával biztos, hogy beszélt. Velkát megkérte, hogy szárnyai alá vegye Priscillát, mivel bűnt követett el Guinevere, és ezért Velka, jó, hát akkor azt gondolta, hogy ő a bűnistensége, és mivel Priscilla létezése maga a bűn, tehát bűnből származó dolog, ezért úgy döntött, hogy akkor elrejti Priscillát. És az a szobor, ami amúgy kinyitotta ezt az átjárót itt, az a magasabbik nő az Velka, én szerintem, az alacsonyabbik kislány pedig maga Priscilla volt. Tehát azt mutatja ízét. És amúgy az az érdekesség, hogyha kinyitjátok, tehát hogyha a szobor errefele néz, akkor nyílik egyedül ki az ajtó. És amúgy érdekesség, hogy itt lehet megtalálni Velka papjának, papnőinek a szettjét, a ruhaszettjét, meg itt lehet megtalálni Velkának a fegyverét is, ezt a tört. Tehát kicsit nekem azért érdekes. Tehát több mint valószínű, hogy Velka vagy Guinevere megkérte Aramiszt, hogy fessen egy hatalmas nagy portrét, egy festményt, és akkor úgy ide hozzá kell Priscillát. Thou must return it whence thou came. This land is peaceful. Its inhabitants kind, but thou dost not belong. Igen, ez a hely B. Igen, és könyörög gyakorlatilag, hogy ne. Hogy ne harcoljunk egymással. De én most azt csinálom, hogy harcolni fogunk vele. És kapásból akkor nagy lélek láncsával kezdjünk. Mondom a taktikát. Ide kell felfutni. És figyelni a hóban a lábnyomait. Hogy mikor ér ide. Jön már. Ott van, és akkor kijön a láthatatlanságból. És akkor így lehet elintézni varázslóval. Oh.
Megkaptuk Priscilla lelkét és kettős emberségét is. Plusz 30 ezer lelket. Na, úgyhogy röviden, tömören, én ezt a helyet nagyon imádom, és ezt a bosst is nagyon imádom, mert egyszerűen olyan jó háttér sztorit lehet hozzá kreálni, hogy ő kinek a lánya, hogy ki a, hogy Priscillának ki az apja, meg hogy Priscillának ki az anyja, tényleg. És tényleg itt Anor Londóban egy csomó minden utal arra. Most költői kérdés. Itt amúgy lennie kellene egy holtestnek, és a holtestből lehetne kiszedni Jeremiáknak a szettjét. De valamiért most nem dobta be ide a játék, pedig itt kellene lenni a hullának, és akkor itt lehetne összeszedni. Hát jó, mindegy. Úgyis úgy terveztem, hogy egy jó sokáig ebbe a szedbe fogunk mozdulni. Lehet, hogy mondjuk a végigjátszást is ebben a szedbe fogom végtolni, de majd meglátjuk. És nem is kellett a pajzs annyira. Na. Akkor gyűrük vissza a helyükre. És akkor, srácok, lányok, nincs más hátra, mint előre. Hazatérő csontot meg is kaptuk. És akkor, srácok, lányok, hát az anyádnak az úristenit. Éppen beszélek ám a nézőimhez, paraszt. Köszönöm. Na, srácok, lányok, akkor innen lesz folytatása következése. Szóval, srácok, lányok, akkor innen a festménytől fogunk tovább haladni. Innen lesz folyt köv, szépen akkor haladunk tovább a sztoriban. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szólyó voltam, legyetek jók, igyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. Ja, igen. Sziasztok!